Tamási Gabriella Makói tárlatának anyagából szemezgetve kiemelhetjük többek között azt az egyedi Mrs. Neptune fantázia névre keresztelt képet, amit a környezetszennyezés ihletett, de emellett még olyan alkotásokon is megakadhat a szemünk, amiket a női teszt szépsége és az angyalok inspiráltak. Az ötletgazdától megtudtuk, az üvegablakokon keresztül több évnyi munka összegzése látható. A legrégebbi darab még 2018-ban készült, a legújabb pedig a megnyitó előtti estén került befejezésre. A művéstábunknak részletekbe menően mesélt alkotói munkásságáról és a hozzá legközelebb álló művészeti stílusról is. Először elképzülnek a hátterek, és ezek a hátterek több variációban díszítik aztán az otthonomat, és utána minden egyes alkalom, amikor megyek el előttük vagy mellettük, akkor jönnek a további gondolatok és ihletek, ami által valami mindig hozzákerül. A Mixed Media Artról azt kell tudni, hogy nagyon sokrétű anyagokat használhatunk fel egy kép elkészítéséhez. Ezt bármelyik képemen látható is, nem csak akrilfestékkel dolgozok, de dolgozok vakolóanyagtól kezdve egészen a természetes anyagokkal és bármivel, ami engem megihlet, és amiről én úgy gondolom, hogy ehhez a gondolatkörhöz hozzátartozik. A civil életben pszichoszociális szaktanácsadóként is dolgozó interjúalanyunk elárulta, 2005 és 2008 között ezzel a kreatív tevékenységgel szinte csak hobbi szinten foglalkozott. Később azonban úgy alakultak a dolgok, hogy a tanultakat a munkájában is kamatoztatni tudta. Egy heti kétszer tartok oktatásokat, odakint jelenleg egy nőkkel foglalkozó projektben, ahol próbálkozunk azzal, hogy mindenki a művészet által megnyerje magának azt, ami az életéből hiányzik. És ez sokszor ott kezdődik, hogy nagyon keretek közé tesszük az életünket, és a fejünkben nagyon sok gondolat inkább az iránt indul meg, hogy nem tudunk semmit sem, mint az iránt, hogy ó, igen, én is ezt nagyon jól tudom csinálni. A festmények mellett egy kantáros nadrágot is kiállítottak a rendezők. A ruhadarab azért különleges az Ausztriában élő Gabriella számára, mert legelső képét ebben festette meg, és azóta sem tud tőle elszakadni. Ez lett a művész védjegye, mely a külföldi tárlatokról sem hiányozhat.